Edith, mi az, amire a legbüszkébb vagy manapság? Azt hiszem, arra vagyok a legbüszkébb, hogy színésznő vagyok a szakmámra, és hogy a pályán vagyok, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy töretlenül. Erről álmodoztál gyerekként? Igen. Tehát az első óvodai vagy iskolai farsangodon te színésznőnek költöztél, vagy nem, emlékszel? Nem, cigánylánynak költöztem speciál az első óvodai farsangon, de igen, színésznő. Volt egy rövid időszak, amikor balerina szerettem volna lenni, de vettek fel a balettintézetbe. Azt esetleg megszámoltad, hogy eddig hány szerepben játszottál? Még sose számoltam össze, de múltkor, amikor pakoltam, a példányaimat meg szoktam tartani, akkor 4 nagy stóc, ekkora stóc példány volt. Tehát szerintem évi 3-4. Szokták mondani, hogy a nők életében nagyon fontos a biztonság, az életkortól független. Ez az élet minden területére igaz nálad? Majd a vezetésre is ki fogunk hamarosan térni. Persze. Igen. Azt gondolom, hogy egy nő, ha biztonságban érzi magát, akkor tud jól működni. A színpadon mi jelent számodra biztonságot? Ha tudom a szöveget például, hogyha jól tudom a szöveget, hát meg a partner, mert nem vagyok egyedül. Tehát az első főszerepem a Víg Színházban volt, fantasztikus partnerekkel, és ott azt mondta nekem a partnerem, hogy ne izgulj, mert nem vagy egyedül, és tényleg. Mit jelent számodra a biztonság a közlekedésben, vagy a mindennapokban? Azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy be legyen az ember kötve, a megadott sebességgel, erről persze az természetes, tehát annál gyorsabban szerintem nem érdemes, fölösleges, nem kell úgy sietni. Az, hogy be legyek kötve, az érdekes, hogy mi még nem úgy nőttünk föl, hogy ez annyira nagyon ki volt hangsúlyozva hát szerintem. Gyerekkorunkban volt olyan alkalom, amiben nem is volt biztonsági év. Hától nem is volt biztonsági év. Arra emlékszel, hogy aztán, amikor elkezdődött ez a biztonsági év kampány, akkor gyakorlatilag oktató filmeket mutattak nekünk, hogy láttál te ilyet, hogy akár néhány Persze, pár kilométeres sebességnél is milyen balesetek történhetnek? Igen, sőt, tehát én mindig a fiamnak azt szoktam elmesélni, hogy volt egy nagyon kedves lány, aki amikor én dolgoztam vigyázott rá, és ő mesélte mindig, amikor el akarta a riát bekötni magát, hogy az ölébe ült a nagymamának a kisgyerek, és neki mentek valaminek. És egyetlen egy ember halt meg, a kisgyerek, mert nem kötötték be, és kirepült az ablakon. Mindenki más tök épségben kiszállt az autóból. Ez azóta elrettentő példa, vagy ez egy lecke? Nekem nagyon, tehát hogy én akkor ezt így meghallottam, hát a fiamnak nem tett, ő azért nagyon küzdött a dolog ellen, de azért ennek nem szabad engedni szerintem. De te mindig ügyelsz mindenkire, aki beszáll az autódba, vagy körbenézed, te mint sofőr? Hát csipog is az autóm szerencsére, tehát hogy ő ügyel, és akkor az annyira idegesítő, hogy bekötni. Jó, de csak rövidet megyünk, de nem fogja abba adni nyugodtan közben magad. Ez egy nagyon fontos dolog. Köszönöm az interjút. Én is.